Mielőtt belevágnánk a mai videóba, engedjétek meg nekem, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy a lent található feliratkozás gombra kattintsatok rá. Persze, hogyha még ezt nem tettétek meg. Ha már feliratkoztatok, akkor még pluszban, hogyha a csengő gombra rákattintotok, akkor biztos, hogy nem maradtok le semmiről, hiszen értesítést kaptok majd a YouTube felületén a felkerülő legújabb videókról. Sziasztok! A mai napon egy nagyon speciális adásra jelentkezünk, mégpedig eljöttem egy vízre és egy személyhez, akit lehet, hogy többen is ismertek, elsősorban a Facebookról, vagy a TikToktól, vagy akár lehet, hogy a YouTube-ról is ismertek. Ez nem más, mint Derzsi József, és a Kunsági csatornán vagyunk. Szia, Józsi! Szia! Üdvözöllek! Nagyon sokan követik a, úgymond a horgászati pályafutásot, ha így tetszik, és hát én is nézegettem, hogy nagyon sok szép fogással büszkélkedhetsz. De én is kíváncsi vagyok rá, hogy úgy van-e, hogy én gondolom, illetve mondjuk már el a nézőknek, hogy miből tevődik össze egy ilyen peca, hogy sokan látjuk azt, hogy a Józsi már megint fogott, a Derzsi már megint fogott halat, már megint harcsát fogott, hogy mennyit horgászol? Általában, hogyha végzek a munkával, és ha van egy kevés kis időm, akkor egyből jövök le a vízre. De úgy mondva, hogy ha egy óra hossza van, vagy kettő óra hossza van, akkor is jövök le. Minden nap szinte. És nem olyan egyszerű ám ez a harcsa megfogás is, mert nem minden nap fog az ember halat. Nekem is van az, hogy nem jön, de valamikor megjön. Tehát sokat kell érte járni, megtenni. Így van, nagyon sokat kell jönni is, vizen lenni, meg hát járkálni kell, nézni, vizet, stb. És ezt a Kunsági azon szakaszát, ahol te horgászod, mióta járod ezt a vizet? Hát én körülbelül 8 éves korom óta horgászok rajta, a Nagy Kunságin. Azóta járom a vizet, nézem, és így találtam meg őket. És tehát maga a víznek azért, azt gondolná az ember, hogy ez egy egyenes csatorna, esetleg van egy-két kanyar benne, hogy azért vannak pontjai, ami valami miért jobban tartja a halat? Így van. Vannak a kanyarok, szűkületek, alámosások, stb. Ottan akadók is vannak benne, nem kevés. De általában a kanyar az megtartja őket, a harcsákat, süllőket, csukákat, nagyobb csukákat. Aha. És milyen halat lehet még ragadozót természetesen fogni? Sügér, balin, csuka. Tehát akkor a teljes magyarországi ragadozóállomány megfogható benne. Így van. Nagyon jó állomány van benne. Sülőből is, csukából is, balimból is. Még arra kitérnék, hogy ahogy nézegetem a videóidat, meg a fotókat, hogy hát látom, hogy egy Speedblade nevezetű botta pecázol. Így van. És ha jól tudom, nagyon kedveled ezt a botot. Hogy jutott a kezedbe egy ilyen bot, hogy meg miért kedvelted, meg egy pár szót elmondanál? Hát megmondom őszintén, hogy egyik ismerős se kimentem pecázni, és az ő kezébe volt legelsőnek ez a bot, és elkértem tőle egy pár dobásra. Na attól fogva én beleszerettem ebbe a botba, és általában ezt viszem mindenhova magammal. Ezt nem hagyom otthon se, de látszik a videókon, képeken is, hogy jóformán ővele fogom mindig a jó halakat. Igen. Hát mondjuk jó, az a hiába jó bot, azért a tudást hát, nem vásárolja meg senki vele, a tudás a te kezedben van így mindig. Van. De nagyon lehet terhelni. Nagyon erős bot. Igen, biztos. Mi volt a legszebb halad, amit... 26 kilós harcsa volt. Hú, az igen, az, és ezzel a lájtos... Így van, a 10-30-assal. Hú, az egy komoly dolog, hát, egy ilyen... Kemény peca volt. Igen, úgy a videót is láttam már egy rakást, és hát látom, hogy azért terheled a botot. Így van. Egyébként sokan kevésbé merik terhelni a botot. Te az elejében ehhez hogy álltál hozzá, hogy na, mit tud ez a bot? Hát hogy... igen, mit tud? Kimondom, kipróbálom, vagy törik, vagy nem, de nagyon jó bot. Aha. Nagyon jó bot. Igen, tehát nem kell tőle félni. Nem. A közönségnek mondom, hogy ne féljetek tőle, hogy terhelni kell ezt a botot, amúgy tudjátok kifárasztani a halat, ha terhelitek is a halat, nem csak ilyen éppen, csak egy pety hajlik a hegye. Így van. Na, de hát nem csak beszélgetni jöttünk, hanem horgászni is, és most te leszel az én guide-om. Jó.
és elmegyünk közösen egy pecára, megnézzük, milyen halakat rejt ez a kunsági számunkra. Na, gyerünk pecára! Gyerünk! Lejössz egy ilyen helyre, mondjuk vagy te taposztosod ki, vagy nem, mert azt tudom, hogy te taposztod ki helyeket. Ilyenkor mi a stratégia, hogy hogy horgászol, melyik előtted álló? Hát elsőnek is eldobok jobb szélre, aha, aztán bal szél, és utána elkezdem pásztázni a túlódalt. 2 méterenként szoktam általában, aha, te pásztázom. És különböző halak hogy jönnek, vagy illetve hol jönnek a halak? Mondjuk ebben az időszakban, mert minél időszakban? Általában csukasz kint van nádom, mikor nincs lengedve a víz, akkor bentül. Aha. De a sülők azok törés, széle, barcsak még bent vannak középen. Ez középen vannak, aha. Na, van. Volt valami? Hát valami koppan. Na. Aha, igen, hogyha keményebb íz ez. Még egyet azért úgy felfigyeltem, hát nem véletlenül raktam én is föl a fehér csalit. Mert a helyi tapasztalat mindig nagyon-nagyon sokat ér. És hát reggel kezdtünk. Akkor mondnál, hogy szerinted ebben az időszakban milyen színek működhetnek? Hát még most, ha ilyen borongot keresztek, fehér. Uh-huh. A kicsit a napasztán azért a neon. Neon színű, sárga, zöld. Kicsit égrénkebb színek. És az, igen, ez olyan fura ellentmondó, nem? Hogy most azért egy tiszta vízben vagyunk, hogy hát a kicsit a nap akkor a... Még erre még én sem jöttem nagyon rá, hogy miért. Aha. De ez kell neki. De ez így van és kész, ugye? Mennyire kell dobnod a túlpart felé? Náttőre. Tehát az mondjuk hány méter? Közvetlen, 5 centik. Na, igen, erre voltam volna. Gondolatomban ez volt nekem is, meg én is így ezt a metodikát követem, de akkor ez jó, mert megerősít ez. Így van. Ez egy jó dolog. Hát tehát... igen, mert bent ülnek. Aha. Még mostan. Majd annyival előnyben leszünk, hogyha leengedik, akkor csak kijövőnek a nárból. Aha. És akkor már csak így a félvízre dobsz, és akkor húzod a törés környékén, gondolom akkor. Bár akár a ilyen félcombig érő... Félcombig? Tehát ilyen fél lábszárig érő vízbe is ott van a cuka. Hát meg lehet látni, akkor kinnul a legfény. Aha. Szóval egy nagyon fontos tanulság. Dobjatok minél közelebb ahhoz a náthoz. Persze, számítsátok ki pontosan azt a távolságot. Mert ha nádra arra akartok, akkor következik a csalivesztés. Hát mondjuk, ha ellentkár csalival dobtok és beszakadtok, azt én nem annyira bánom, mert vesztek újját. Na jó, ez vicc lett volna, de a lényeg, hogy pontosan horgásszátok meg azt a túloldalt, tényleg az a nád fel elé dobás, az nem fél méter, egy méter, kettő méter, hanem 5 centi valóban.
előbb beszéltél arról, hogy lényomat. Akkor ezt fejtsd már ki nekem bővebben, hogy csuka esetében például mi az, amit figyelsz ilyenkor? Azt vettük észre, hogy 2014-től igen? 2017-ig a legjobb ittem. Igen? Csukára is, harcsára is, süllőre egyaránt. És ha mondjuk 1000 alatt van? Az, hát nagyon, nagyon veszélyes akkor. Igen? Akkor nem. Nem ajánlott. Aha. Nem ajánlott. És például szoktál olyat figyelni, hogy a légnyomásnak a változás iránya, hogy emelkedik vagy csökken? Ha felfele megy, akkor jó. Az akkor még jó. Az még jó. Igen. Fölfelé megy, ha jó. Tehátok. Fölfelé, de lassan. Most nagyon sok, nagyon így de lassan. Lassan. De lassan. Igen, ezt én is tapasztaltam. Egy lassan, nem gyorsan, csak szépen folyamatosan megy. Na de várj, akkor ezt most a melyik ragadozóról beszéltünk? Itt általában a csuka meg a harsa süllő. Tehát mindegyik ugyanígy van. Itt a háromra a legjobb így. Aha, tehát a változás is ugyanúgy, hogyha... Így van, így van, így van. Aha, jó. Na, ez egy nagyon fontos. De akkor szerinted egy másik vízen már máshogy működhet? Például Szajol volt nálunk 1023. Az már... Én is tanulok ám új dolgot, hát jó zsitól. 1023, az ott. De szerintem azért, mert alacsony a víz. Aha. Mert itt ilyen 3-3 is feles 4 méter, ott meg ilyen valahol 90 centi. Meg max. Aha. 2 méter a vízmélység. És, aha, és lehet, hogy ez a nyomás ott máshogy... Van, ott más egy két. Nagyobb nyomásnak kell rajta lenni a vízmélység miatt így is, van. Vagy... Aha. Köszönöm. Már most sokat tanultam, pedig még semmit nem csináltunk. Ha nem fogunk halat, már akkor is megérte, hogy eljöttem. Szóval köszönöm szépen a... Én is köszönöm szépen. Idegenvezetést. És hát mondhatnám azt, hogy a sok halad, de sajnos nem tudom ezt mondani. Viszont minden pecának megvan a lehetősége, hogy elgondolkozzunk rajta, hogy mi miért történt. Ha sokat fogtunk, ami nálad sokszor előfordul. Hát igen, elő. Akkor azt kell értékelni. Ha közepen is elfogunk, azt is kell értékelni. Meg kiértékelni, hogy mi miért. Viszont a mai gyenge nap, hiszen kérdezgetünk többi forgászt is, több forgászt is, megkérdeztünk, hogy mi volt a tapasztalatuk, és mindenhol nagyon gyenge fogással számoltak be. Mi lehetett azokat? Igaz, beszélgettünk már róla, de mondjuk el a nézőknek, hogy mi az, amit egyébként el is mondtál napközben. Hát elmondtam, igen, igen. Hát a légnyomásról beszélgettünk, hogy melyik lenne az ideális hozzá. 2014-2017-ig, de sajnos aztán nagyon gyorsan növekedett, 1028,3 volt, ami így megnehezítette a pecánkat, és így nagyon kevés hal jött sajnos. Igen, volt jobb hal is, de hát az is látott. Így van. De szerintem az betudható az, hogy nagyon gyengén eszik a hal ilyenkor ebben a szituációban. Úgyhogy ha más nem, ez egy nagyon-nagyon konklúzió, hogy figyelni kell a légnyomást is. Így van. És az a nagyon hirtelen emelkedő, szerintem tudja, hogy nem jó, hogy csukára, mert tehát, tényleg, mert hány kilométert gyalogolhatunk szerintem? Hát 8-10 kilométer. 8-10 kilométert végig gyalogoltunk Józsival, és
hát tényleg amit lehetett, dobáltunk, csalikat váltunk, mindent, már most az összes repertoár előkerült, nála is, nálam is, és ha nem eszik a hal, akkor fejre is állhatunk. Így van, fejre is állhatunk. Na de szerintem vegyünk revansot ezeken a halakra. Így van. Egy legközelebbi időpontot megbeszélhetünk? Megbeszéltünk. Nem olyan bátran mondtál ezt a dolgot. Hát mi ezt a víz is tentem még egy kicsit. Aha. Mert ez is elég nehéz így, hogy fent van a víz. Igen. De figyelj, ez egy első találkozásnak számomra, meg nagyon sok pénz. Így van, meg nagyon sok érdekes dolgot mondtál te is. Számomra is érdekes dolgokat. Ez oda-vissza. Illetve a közönségnek is érdekes dolgokat. Igen. Mondtál. Köszönöm szépen a lecsát. Én is nagyon szépen köszönöm. És megköszönöm mindenkinek a figyelmet. Ne feledjétek el, találkozzunk jövő héten szerdán 20:30-kor. Sziasztok!